Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsor. A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53. A Hallgatók mai beszélgetőtársa Vési János. És itt van velünk a stúdióban Sugár Ágnes, új tagokkal bővült a Halhatatlanok társulata a hétvégén, és ezúttal a Klubrádió szervezte meg ezt a, hát mi ez, nem is díjátadás, nemes vetélkedést, ezt akartam mondani, de már felénél éreztem, hogy ez nem hangzik elég jól. Ugye sokan tudják, hogy mi a Halhatatlanok társulata, hiszen ez éveken keresztül, hosszú éveken keresztül a magyar televízióban látható volt ez a dolog, hogy örököltünk meg mi itt a Klubrádiónál. Jó napot kívánok! Ja. Szóval 96-ban indult útjára valóban a valamikori magyar televízió, valamikori kulturális főszerkesztőségének munkatársai, Érdi Sándor és Szegvári Katalin indították útjára. És most is Szegvári Kati volt az egyik szervező, igen, meg Érdi Sándor is. A kuratórium tagjai, és továbbra is természetesen ők filmjelzik a szervezést. És hát ez sok-sok éven keresztül valóban minden évben a magyar televízióban nagy gálaműsor, portrék, etc. Öt olyan év volt, amikor kimaradt. Tehát nem volt szavazás, nem volt ünneplés, nem volt választás, és így lábnyomok sem lettek. Ez az öt év volt 2000, 2001 és 2002, illetve 2011 és 2012. Magyarul, az ember utána gondol, akkor érezhető, hogy milyen idő intervallumokban maradt ki, és nagyon úgy látszik, hogy idén sem lett volna, sőt nem is volt. Így a Klubrádió úgy érezte, hogy ez egy olyan nem csak nemes cselekedet, hanem valóban küldetés, ezt kell, hogy mondjam, amit fel kell karolni. Jó nevek nyertek, elmondott kik? Szín, négy kategória van, ugye? Színművésznő, színész, és operaénekes, illetve táncművész. A színész kategóriában Mácsai Pál és Sinkó László nyertek, a színművésznő kategóriában Eszenyi Enikő és Kutvölgyi Erzsébet, az operaénekes kategóriában Lukács Gyöngyi és Ötvös Csaba, a táncművészek közül pedig Alessia Popova és Bajári Lemente. Hogy választottátok ki azokat, akik a Halhatatlanok társulata tagjai lehetnek ezentúl? Van egy jó nevű, jó nevekből álló kuratórium, sok-sok éve már, és akkor a kuratórium összejön, még tavasszal történt ez, és mindenki elmondja a saját jelöltjeit, és igazságosan számlálás útján, aki a legtöbb, az a négy, aki kategóriánként a legtöbb szavazatot kapja, ő kerül fel aztán a szavazhatók listájára, és akkor kategóriánként a négy emberből választ kettőt-kettőt a közönség szavazás útján. Tehát telefonálni lehetett, hogy kire szavazol, ahogy itt hallhattuk sokáig a Klubrádióba is. Azt már mondtad, hogy egy lábnyomot helyezhetnek el a Nagymező utcába, ugye? A Pesti Broadway-en. És ott van itt egy tábla, Halhatatlanok sétánya, ezt hirdeti, és így is van, hiszen 99 lábnyom van már. Nagy elődök mind ott vannak, Tolnai Klári, Darvas Iván, Bessenyei, Sinkos, Sota, szóval sorolhatnám, 99 nagy művész lábnyoma, és most 8-szal bővült ez. 107. Ha jól számolom. Igazi lábnyom, tehát tényleg oda megy, mert itt lábbele lép, nem tudom miben, mint almufipőke. Így van, valóban jön egy hozzáértő cég, hozzák a puha, nem tudom mi ez, mit hozhatnak, mi lehet. Amikor az ember luttal betétet készített, nem? Hogy csinálnak egy ilyen gipszöntvény. Igen, gipszöntvénybe belelépnek, és abból aztán egy időtálló anyagból készülő kőkocka lesz, ami aztán kikerül az utcára az aláírásával. Együtt egyébként nem mindig lábnyom, mert például Hofi Géza egy bébicipőt hozott. A balettosok most tegnap láttam, hogy két lábbal léptek bele, az egyik lábukon a spiccipő, a másikon a saját cipőjük. Van, aki mezitláb például. Egy díjnak nyilván a rangját, hát legalább két dolog adja, hogy kik osztják, kik döntenek róla, de a másik, ami szerintem talán még fontosabb, hogy kik kapták már meg. Tehát, hogy kikkel mondhatjuk el, hogy mi a Halhatatlanok társulatának tagjai vagyunk együtt. Néhány nevet soroltam már, és egyébként meg tegnap nagyon nagy felemelő pillanat volt, így is indult a díjátadó ünnepség, egy filmes összeállítás azokról, jó néhányukról, akik korábban megkapták, 96 óta gondoljunk csak bele, hányan már az égi társulatban vannak, de ugyanúgy Halhatatlanok számunkra. És felemelő volt látni a képkockákat egymás után, ahogy mondtam volt, hogy Sinkovics, Melis, Simándi, Kállai Ferenc, Bessenyei Ferenc, és tényleg sorolhatnám. És ezek közé a nagy nevek közé csatlakoztak most szintén nagyok nyolcan. Egy csomó olyan művészeti díj is van, vagy lehet, hogy egyre több, amit nem feltétlenül a művészi érdemek alapján osztanak.
Tehát most nem akarom azt mondani, hogy kicsit szélsőjobbos vagy, és hozzád vágnak egy Táncsics díjat, vagy felülsz biodíszletnek Orbán Viktor mögé, és adnak neked érte egy Kossuth díjat. De hát azért számtalan ilyet láttunk az elmúlt években. Mennyire tud ez a díj, vagy ez a Halhatatlanok Társulata távol maradni ettől a dologtól? Én 2005-6 óta kísérem közvetlenül is figyelemmel, például a kuratórium üléseit, soha ilyen szempont föl nem merül, de egyébként a jelöltek névsorán is látszik, hogy ilyen, sőt a díjat kapottak névsorán is látszik, hogy ilyen szempont nincsen, tehát semmilyen politikai vagy oldal irányultság nem érvényesül. Csak az a lényeg, hogy jól táncoljon, jól énekeljen, jól és a közönség szavaljon. Szeressen, mert hiszen a legkiválóbbakról van mindig szó, és a legkiválóbbak közül is a legnépszerűbbekről, hiszen ők kapják a legtöbb szavazatot. Hogyan alakulnak ki a kategóriák, mert tényleg egy klasszikus könnyű műfajú kategória nincs benne. Szándékosan, amikor 96-ban ez útjára indult, akkor indult ugye Magyarországon nem sokkal előtte, hát sokkal inkább kiszélesedett mindaz, amihez hozzá tudtunk már jutni. Elindultak lassan a kereskedelmi televíziók, a iszonyatos műsor dömping, a sajtótermékek, és hát egyszer csak kiderült, hogy hát nagy a választék, mindenféle színvonal. És valóban a klasszikus műveltséget, a klasszikus művészeteket képviselők egyre inkább háttérbe szorultak, és az ő megbecsülésük, az ő munkájuknak, tehetségüknek a kiemelése, köztudatba emelése, így is mondhatnánk. Egy nagyon szép feladat, hiszen balettáncosokról, balettművészekről sajnos viszonylag ritkán esik szó a hétköznapok során, az operaénekesekről is elmondhatjuk ugyanezt. Viszont fog szó esni itt a Klubrádióban, hiszen a díjazottakról készül egy műsor. Mindenkivel egy portré, ez régen is mindig így volt, ez is a díjak közé tartozik, ami természetes is, de hát ez nekünk is ajándék hallgatóknak. Igen, mindenkivel lesz majd egy portré műsor, és azt reméljük a közeljövőben, tehát 2-3 hónapon belül hallhatják is a hallgatók. Mondtad, hogy volt 5 év, ami kimaradt, de 2004 az mit láttok? Ilyen lesz-e, vagy lesz megint új tagjai, lesznek új tagjai a Halhatatlanok Társulatának? 2014-re gondolod? Aha, az lesz a következő év, igen, ugye? De 2004-et mondtál, lehet, hogy halott. Jó, majd a kavintonomat megkapom mindjárt. Mindig reménykedünk, mindig abban bízunk, hogy lesz tovább. A mi szándékunk, a mi terveinkben ez benne van, mert hogy másképp nem lenne, nem is jött volna létre, és nem működne, és nem lenne életben tartható, csak annak a néhány embernek az elszántsága, kitartása és hite, ami mozgatja. Hát végül is tényleg időt, energiát nem kímélve mindenki a stábból, lelkesedésből, pusztán lelkesedésből vett részt ebben a munkában. El is mondom a stábtagokat, jó? Jó, csak még bocsánat, csak éppen Szegvári Kati mondta előbb, hogy hát semmi pénz nem volt erre, tehát miközben a MTVA költségvetése azt hiszem 70-80 milliárd forint, tehát abból azért elég sok mindenre juthatna, addig ezt meg kellett csinálni nagyjából a semmiből, már pénzben a semmiből. Hát, hogyne, ez így is volt. Hát ez a tegnapi ünnepségen látszott is, viszont nagyon hangulatos, nagyon családias, nagyon kedves, viszonylag szűk körű volt, teljesen más léptékű, mint korábban a nagy gálák a Nemzeti Színházban, de ennek is megvan a varázsa. Ennek is megvan az együtt vagyunk, jól érezzük magunkat, szeretjük egymást, és tehetségesek, és mi ezt meg ünnepeljük, és nagyon örülünk, hogy itt vagyunk, itt lehetünk. Ott szakítottál fél vagy, akik megszervezték ezt. Hát ugye Kati, Szegvári Kati, Érdi Sándor, azok a kollégák, akik mindig benne voltak korábban is. Például milyen érdekes, hogy Dózsa Marian a vágó, aki a vágója volt a televíziós műsornak, most is benne akart lenni. És múlhatatlan érdemei vannak a tegnapi gálában például, mert ő rakta össze azt a képes összeállítást, amit a helyben lévő közönség láthatott és örülhetett neki. Vagy akár a titkára a műsornak, aki rendező segédje volt sok-sok éven át Kővári Kati Szinetár Miklósnak, aki valóban pusztán lelkesedésből oda tette szívét, lelkét. Kicsi maroknyi a csapat, és meg kell említenem Burger Lalát is, aki a maga profizmusával helytállt, ott volt a váltán. Most a hangmérnökünk éppen ennél a műsornál is. És tegnap este is milyen sokáig dolgozott együtt, vagy dolgozunk ma is, nézek Lalára, mert azért is jöttem, hogy megvágjuk a tegnapi műsort, és hallgathassa majd a néző, hallgató. Akkor a végén mondd el még egyszer, hogy kik nyertek, mert mégiscsak az a legfontosabb, és lehet, hogy egyből nem mindenki jegyezte meg. Pedig kikérdezzük. Akkor én meg kikérdezlek téged. Na, kigyert. Hú, várjál. Eszenyi Enikő, Kútvölgyi Erzsébet, Mácsai Pál, Sinkó László, Lukács Gyöngyi, Ötvöz Csaba, Popova Alessia és Bajári Levente. Na, ugye. Köszönöm szépen. Én is. Klubrádió. A szabad szó. Tények, vélemények.